az igazi Barbie, hogy kezdődött. Uh-huh. Ez nagyon jó. Jaj, ez az eredeti Barbie még. Igen. Az volt a legelső Barbie baba. Hát most lehet, hogy nem lett olyan cukros. Cukrot még rakjak bele? Rakok. De van egy bakonám? Jó, rakok vissza. Hát mikor, milyen ízzel sikerül? Mert most például most reggel megittem a kormányát. Viviketek egyszer kész? Mondom, kekszet kész? Jó, készítem. Tessék, mit iszol? Van teát, tejet, szörpöt, joghurtos iszit, narancs vagy málna? Okés. Jó reggelt, sziasztok, valaki még álmos. Hát ez egy napi vlog lesz, és így indul ez a napi vlog. Mint ahogy minden reggelünk, gyerekeket elvittem óviba, suliba. Sacikának reggel nem jó volt a gyomra. Hányt. Úgyhogy kiraktam, most visszajött, nem tudom, túlette magát, ugye szívem. Itt van csokoládé is. Hát indul a reggel, tehát... Igazából minden nap ugyanaz, elpakoljuk a reggeli maradványokat, itt is, ahogy láthatjátok, káosz van ezerrel, szanaszét minden, itt is azért van mit pakolgatni, tegnap ruhákat selejteztem, mindig szoktam a gyerekeknek a kinőtt ruháit selejtezni, ez a Marcié, és akkor továbbadom barátnőimnek, tesómnak, védőnőhöz. Igen, aztán beindítjuk Jimmy-t, nagyon-nagyon szeretem, tényleg. Hatalmas sötétség van kint, itt fel fogunk porszívózni. Reggel már beágyaztam, azt úgy szoktam csinálni, hogy mielőtt viszem a gyerekeket, azt már meg szoktam csinálni, hogy azzal ne kelljen bajlódni. És hát, Vivike reggel játékot keresett a szobájában. Szara széttúrt mindent, ott vannak neki is a kinőtt ruhák, mert hogy ma megy a barátnőjéhez, óvoda után, úgyhogy nem én megyek érte, hanem az anyukája a kis barátnőjének. Úgyhogy ma egy picit átalakul ez a mai program, ahogy terveztem. És ha nem mondtam volna, akkor január 19-en, és pont most jött egy üzenet. És reggel 4:09, én megreggeliztem, korán keltünk, és 7 óra 44 percre sikerült bejutni az iskolába, és azt érzem, hogy esik a hó, mindjárt megmutatom nektek. Szállingózik a hó, úristen! Látjátok? Esni fog ma a hó. Nagyon-nagyon szuper. Na, szóval arra gondoltam, hogy ma vlogolok nektek egyet. Igazából azért, mert 3 hónapja nem volt vlog, és sokan kértétek. Ez olyan hülyén hangzik, hogy sokan kértétek, de tényleg sokan kértétek.
Kész vagyok már Lidl videóval, miket ettem videóval, úgyhogy most ez egy ilyen úgymond holt időszak. Nincs semmilyen videó, amit akarok felvenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez a napi vlog ez jó is lesz, mert két legyet ütök egy csapásra, tehát videózok is, és akkor hasznosan telik ez a mai délelőtt. Főzni kell, mosni kell, mosogatógépet kell indítani, porszívózás, elpakolás, és a délutánt úgy terveztem volna, hogy ugye hazajönnek a gyerekek, uzsonna játszunk, stb. És pizzasütés, mert hogy ebbe az évben még nem sütöttem pizzát, de így, hogy most hétre kell mennem Vivikéért, így már nem fogok leállni pizzát sütni, mert tudjátok, az egy ilyen hosszabb folyamat, úgyhogy most úgy lett volna, hogy most egyből csinálom is a pizzatésztát reggel, egy ilyen 10 órás tésztát gondoltam volna, konyhapulton keleszteni, de nem, mert akkor így akkor, tudjátok, úszik a konyha, és akkor még menjek Vivikéért is, úgyhogy ma nem lesz pizza, nem tudom, mi lesz akkor. Úgyhogy így szabad lesz a délutánom, Marci ma nagyon korán végez, péntek általában rövid nap. Kihált itt a kezem, nem kiált, hanem kiált. Úgyhogy ez lesz a mai napi terv, hát pakolunk egy kicsit. Ilyenkor egyébként úgy szoktam, hogy megreggelizek, és a telefont felszoktam rakni töltőre, és megy a Spotify, engem motivál ez a Spotify teljesen. Tudjátok, amíg tevékenykedek, megy a zene, de hát ma nem lesz zene hallgatás, mert ugye erről videózok, és most nem is rakom fel töltőre, úgyhogy gyorsan elpakolok, ez nagyjából úgy szokott lenni, hogy reggel 9-re itt mindent elpakolok, és utána vagy nekiállok főzni, vagy leülök a géphez, ma fordítva lesz, ma nekiállok főzni, mert hogy nincs ebédem, úgyhogy ha van kedvetek, ebbe a kis mini vlogba, akkor tartsatok velem! Szakad a hó, Istenem, de gyönyörű! Na, itt vagyok, mennek a gépek, mosogatógép, mosógép, ez az újévi naptáram, Pepkós, és párom rendelt a Temuról, vagy az Aliról ilyen matricákat, ilyen cicásokat Vivikének, ilyen vicceseket, úgyhogy kaptam kettőt, választhattam, úgyhogy hát gondolom, kitaláljátok ezt, miért választottam, kire hasonlít. Hát Csacikára, ez meg ilyen vicces. Hát ezt szerintem egy párszor még megmutatom nektek. Még lehet, hogy meg is marad ez a hó, szóval most annyira szaporán esik. Úgyhogy így kellemes főzni, hogy így látod, hogy kint baromi hideg van, és szakad a hó, és bent meg jönnek majd ezek a jó illatok. Úgyhogy neki is állok főzni. Hát tudjátok, én mindig abból főzök, ami van, és vettem kolbászt tegnap előtt a Hentesnél, meg van savanyúkáposztám, úgyhogy korhelyleves fogok készíteni, soha nem készítettem még. Ez lesz, egyébként van még egy nagyon kicsi bolonyai tésztával, szóval lehet nekem az lesz ma a második, ilyen megúszós, mert holnap, hát nagy főzés, holnapra elhalasztom a pizzasütés most. Úgyhogy ez van, ahhoz tegnap mindent megvettem a Lidlbe. Mozzarellát, olívaolajat, paradicsompürét, úgyhogy akkor nekiállok főzni. Korhelyleves lesz, meg nagyon-nagyon-nagyon szeretnék már készíteni házi szilvás gombócot. Barátnőm a múltkor adott egy csomó ilyen fagyasztott szilvát, ugye nyáron, ami még megmaradt, volt neki fagyasztóba, úgyhogy, de a gyerekek azt mondták, hogy ők nem szeretik.
Hát nem tudom. Én úgy megennék egy jóházi szilvás gombócot. Még szerintem utoljára, amikor ettem, mamám csinálta. Hát ő nagyon-nagyon tudta ezeket a szilva, nudli, szilvás gombóc, nudli, ezek a kőtészták, így hívtuk, nem kertészta, kőtészta. Na mindegy, ez mondjuk nem kőtészta. Akkor megyek, főzök, mert sok a duma. Na, akkor pont most kapcsoltál ki. Nagyon ügyes vagy. Elaludtál. Ezek még itt a tegnapi munkamenetek. És akkor, mennyi ablak van megnyitva. Keresünk az interneten. Hé, mit csináltok? Csoko? Kutya fülét neki. Hát egy szétmarjátok a széket, kettő meg feszültek vagytok. Meg ne lássam ezt még egyszer. Meg ne lássam ezt még egyszer. Mi volt ez? Na. Hékás, socikó. Feszültek vagytok. Mondtam. Mit mondott anya? Na. Mit csináltok? Akkor ki fogtok menni, ha rosszalkodtok? Nem fogom ezt a süvítést hallgatni. Hm? Tessék onnan lejönni? Hát most már jó, hogy nem már mindenhova. Na-na, húha! Hé! Mit mondanak a nézők? Hogy ilyen rossz kis cicák vagytok. Mi? Na, és tudom, hogy sacika kezdtem, mert mindig piszkálod csokoládét. Na, semmi baj. Béküljetek ki. Hm? Na. Figyelek én közben. Figyelek én. Mi lesz itt? Mi lesz itt szívem? Mérges vagy. Sacika, meg ne lássam még egyszer ezt. Mókus fej. Hm? Na jó, megyek, főzök most már. Hé-hé. Saci! Hát de most mondtam el! Most mondtam el! Sacika! Mit csinálsz? Hagyd békén csokoládét! Térjünk vissza, és akkor keresünk egy kórhelylevest. Egy kórhelylevest, klasszikus kórhelyleves. Kórhelyleves. Isten is hatásos ez az újévi Lajos féle kórhelyleves. Na nézzük, az öreg Lajos jól tud főzni. Mi a baj? Ez a lencsés változat. De én nem akarok lencsét. Én nem akarok lencsét most. Hagyományos kórhelyleves hússal. Nem, nekünk kórhelyleves kell. Kolbásszal. Kulbasszol. Kórhelyleves kolbásszal. Na nézzük. Az. Mindjárt lementettem én valamelyik nap egy receptet, ez annyira nem tetszik, mert olyan kis hóka. Na jó. Ki az? Melyik sírt mész ki? Lehet kimenni, esik a hó. Tessék. Sacika, menjél ki. Akkor mi van? Hát ezt csinálják, na nézzétek meg. Olyanok, mint a kisgyerekek. Neki állsz főzni, nem lehet, veszekednek. Na jó. Keresek most már valami receptet tényleg. Na jó, maradunk akkor ennél a receptnél. Szalonna az nem lesz benne, ez nincs itthon, kolbász, hagyma. A többi minden van itthon, úgyhogy ezt fogom csinálni. Hát én ezt nem hiszem el. Hát mit csinál, Sacika, most már? Hát ez? Hát ez komolyan azt hiszik a nézők, hogy megrendezed, de ez abszolút semmilyen megrendezés nincs. Mit csinálsz? Na most már. Na gyerekek. Jaj, mondjuk igaz, hogy káosz is van, de nem kéne még nagyobbat csinálni. Aszám. Na, hol volt ez? Hogy volt ez? Így, ide. Pokémon. Kiraktam sacikát, mert egyszerűen szerintem mozgáshiánya volt. Ugye este bent aludtak, mert a hidegre való tekintettel bent alszanak most, és igaz, hogy reggel voltak már kint, meg nyilván kiengedem őket, amúgy szobatiszták, de nincs bent WC-jük, tehát szólnak.
De valószínű, hogy mozgáshiánya volt, mert mondom, borított, döntött mindent. Na most már tényleg főzök. Amúgy mondjátok meg, hogy nem csak én beszélek a macskákhoz, gondolom ti is szoktatok. Vagyis hát én legalábbis, én nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzájuk. Tehát én nekem olyanok ők, mintha a gyerekeim lennének, vagy családtagok. Tehát mi beszélünk hozzájuk, és sok szó van, sok szó, amit megértenek. Például éhes, álmos, szomjas, iszol, a kaja neveket, szóval zacskós, mondom, és akkor egyből figyelnek a gyerekek neveit is, szóval én mindig beszélek hozzájuk, szerintem egy idő után megszokják, nem tudom, nekem ez így gyerekkorom óta ilyen, akárhányszor volt macskán, kutyák, mindig beszéltünk hozzájuk, esik a hó, és most már följön ez az ebéd. Házi kolbász, nincs benne tartósítószer, összesen csak sertéshús, marhahús, szalonna, konyhasó, őrölt édes paprika, őrölt csípős paprika és fűszerek vannak benne, itt készítik a faluban. Nem kapsz. Mi? Na, 10 óra van, 10 óra 5 perc, kész a leves. Bejött Sacika, fő a krumpli. Úgy döntöttem, hogy nudli lesz. Azért nudli lesz és nem gombóc, mert a nudlit mindenki szereti. Nekem porcukorral lesz és lekvárral, a gyerekeknek pedig majd rakunk rá este nutellát. Közben lejárt a gép, úgyhogy rakom át a szárítógépbe a ruhákat. Ez így tök jó egyébként, hogy 10 óra és már mindennel kész vagyok. Mert itt nagyon fontos egyébként az időzítés, hogy amíg az egyik dolgot csináljuk, addig a gépek megcsinálnak helyettünk mindent. És hát mennyivel egyszerűbb így, hogy van szárítógép és nem kell teregetni még pluszba. És hát akkor most, remélem halljátok, amit mondok, hajat fogok mosni. Igaz, hogy 3 napja mostam hajat, de megmutatom nektek, brutálisan be van száradva az egész, egybe van állva. Úgyhogy hajmosás, és úgy, hogy rakok egy hajolajat rá, ezt a rosszmanost mostanában nem használtam, úgyhogy most ráfér egy kis pakolás, igen. Yeah.
Na sziasztok, megmostam a hajamat, és akkor most másféle sampon volt, meg más balzsam, nem az, amit szoktam, mert amit szoktam, a narancssárga L'Oréalból nagyon kevés van, a fehérből is, úgyhogy még azokat használom, amik megvannak, és akkor igazából az ebéd leves kész. A krumpli az hűl, ugye nudli lesz, kicsit le kell hűtenem, úgyhogy most leültem ide a géphez, körbenézek mindenhol igazából, megnézem a Facebookot, megnézem az e-maileket, lehet felnézek a YouTube stúdióra is, és amikor már látom, hogy 70%-ban úgy nagyjából megszáradt a hajam, akkor fogom a végére felkenni a hajolajat, és azt rajta is fogom hagyni, nem fogom lemosni. Vagyok, hát mutatom a konyhát, mert hogy nálam így néz ki mindig a konyha főzés után. Szóval ezért nem szeretek ilyen nagy főzéseket csinálni, nem tudom miért homályos a kamerám, mert hogy kb. Az egész konyha úszik, de kész az ebéd, és még nincs dél, úgyhogy tök jók vagyunk. Itt a nudli, amit majd meg is fogunk kóstolni. Hát a panírmorzs az éppen elég lett, és képzeljétek el, maradt még egy csomó tészta, úgyhogy beraktam a hűtőbe, holnap lehet csinálni belőle szilvás gombócot, és itt van a jó kis levesünk. Na, mielőtt ebédelünk, megmutatom nektek. Nézzétek, mennyi hó esett, és úgy néz ki, hogy meg is maradt, szóval lehet hóembert építeni, hát ma pont nem lesz itthon Vivike, de hát, ha holnapra még megmaradna, és építenénk egy hómacskát, mert tavaly is azt építettünk, úgyhogy nagyon-nagyon szép, és akkor hát ezt majd elrakom, mert ugye még megy a mosogatógép, gyorsan felporszívoztam. Na, itt vagyok a levessel, amit egyébként már megkóstoltam a miket ettem videóba. Nagyon-nagyon szépen szakad a hó, közben vinnyog a mosógép. Mindig nagyjából ugyanakkor rakom be a gépet, és mindig ebéd közben, tehát mindig valahogy így jár le. Úgyhogy vár a sorsára. Nagyon finom lett a leves. Azt akarom mondani, hogy a nudlit még megkóstoljuk, illetve még megmutatom nektek a nudlit, aztán lezárom ezt a videót, ugyanis dél van kereken. Macika fél egyre itthon van, úgyhogy már nem szeretnék videózni. Mivel Vivike nem lesz itthon, fogalmam sincs, hogy mi lesz a program. Ugye tegnap rendszereztük a ruhákat, társasjátékoztunk, utána vacsorára hotdogot csináltam. Szóval el vagyunk. Nagyon hamar eltelnek a délutánok. Ja, képzeljétek el, ez a hajolaj, amit ráraktam. Hát, nem vagyok tőle elragadtatva, úgy néz ki, mintha vizes lenne a hajam, pedig hát ez a hajolaj, úgyhogy mindegy, picit fényesebb lett, meg nem olyan sprőd, majd úgyis beszívja az jobban, de olyan, mintha vizes lenne, pedig nem. Na, akkor szedjünk egy kis nudlit, megpróbálom szépen tálalni. Már amennyire ez lehet, hát egy picivel több ilyen morzsát elbírt volna, hát felszívta. Jó, nincsenek összeragadva, és hát nem tudom mennyit szedjek. Rengeteg nudli lett, úgyhogy nagyon vagyok én édes szájú, de azért na, ezt az erős levest ezt le kell nyomatni valamivel. Jó, szerintem így elég is lesz, így, és akkor még marad bőven estére a gyerekeknek, és akkor kóstolás. Na, itt vagyok a nudlival, hát képzeljétek el, közben miket ettem videóba, vettem föl kóstolás, hát ez gyerekek olyan vajpuha lett, annyira finom, annyira puha, szóval ez most tényleg nagyon eltaláltam, és mamámnak a házi eperlekvárja,
És ez azért is különleges, ugye, mert már ilyen eperlekvár nem lesz többet. Sajnos. Tehát ezt nagy becsben tartom. A múltkor, mikor a hűtőben láttam, hogy eperlekvár, akkor kiderült, hogy ez mamám csinálta. És hát, na, tudjátok, ez egy érték, így. Mert ilyet aztán nem fogok még egyszer sajnos már kapni. De most, hogy eszem, egyből eszembe jutott, hogy ő is nagyon-nagyon finom nudlikat csinált annak idején. Én gyorsan megebédelek, és aztán úgy látom, hogy lejárt ez a gép is, a másik is, kipakolok, bepakolok, aztán előtte iszok majd egy kávét, azzal fogom zárni ezt a videót, egy finom kis kávéval. Délután szoktam még inni egy cappuccinót. Hát ez nagyon jó ez a nudli. Na hát itt a videó vége lesz, mert beálltam itt a pozícióba, de megmutatom nektek, nézzétek, hogy esik a hó. Gyönyörű, gyönyörű hó, és meg is marad, valószínűleg akkor tudunk holnap hóemberezni. Ma már nem, mert ugye Vivike nem jön haza, majd csak este. Hú, remélem jó volt ez a vlog nektek, és tetszett. Nagyon régen nem készítettem már, egy kicsit megmondom őszintén, el is szoktam tőle. Úgyhogy remélem nem volt uncsi. Remélem adtam egy kis ötletet az ebéddel, és remélem a macskák verekedését is élveztétek. Tényleg, tehát nem lehet felkészülni egy napi vlogra, mert reggel azt mondod, hogy na én akkor ezt felveszem, vagy valami érdekes dolog biztos, hogy történni fog, vagy valami olyasmi. De nem kell ilyenek gondolkozni, mert a macskák helyettem is megcsinálják a sót, szóval innen is üdvözlöm őket, egyébként alszanak mindenki egy-egy szobában. Jaj, de örülök én ennek a hónak, pedig nem vagyok téli párti, de már most nagyon-nagyon kellett. Tudjátok, hogyha leesik a hó, akkor egy kicsit úgy enyhébb az idő, nem olyan, hogy hívják. Hát a hajam az ilyen, mintha bele ültem volna egy vödör olajba. Na mindegy, majd úgyis elkezd majd közbe száradni, ilyen. Hogy is mondják ezt? Milyen hatás? Mint hogyha ilyen vizes hatású lenne. Jól van, legalább nem száraz, mert nagyon száraz volt. A karom kiáll, én pedig elálltam innen. Legyen szép napotok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Let us dance this night away. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is. Get older, older. So let us dance this night away.